Nagy örömünkre szolgál, hogy immáron 6. alkalommal rendezhetjük meg Várakróban a Sokszín Fesztet. Felkérem Nika Róbertet, a Sokszínpad örökös tagját, a Sokszínpad társulat elnökét, hogy ünnepélyesen nyissa meg fesztiválunkat. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Immár 6-szor, ahogy Bognár Kriszta itt a bevezetőben mondta. Aki nyomon követett minket, az tudja, hogy én azért vagyok most pólóban, és nem öltönyben, nyakkendőben, mert a Sokszín Fest az nem erről a sarkosságáról híres, hanem arról, hogy a ideérkező csoportok ezzel a lazasággal legyék az egész napot, mivel hogy ezt 6 évvel ezelőtt úgy kezdtük el megszervezni, hogy ez a fesztivál, ez egy olyan fesztivál lesz, ami az egész évi kemény munkát egy kicsit fellazítja. Tehát itt is minden csoportnak oda kell adni magát, ezt azért mondom mindenkinek, mert olyan előadásokat várunk. De nem az a feszített tempó, tehát nem zsűri, nem minősítés, hanem utána egy kötetlen beszélgetés a csoportok között. Ez a lényeg. Hát a 6 év alatt nagyon sokan megfordultak nálunk, van itt is most két csoport is, aki az évek során végig kísért minket, a Vasvári Sorsandra csapat. És a Veszprémi Alix Színpad. És hát vannak olyan csoportok is, akik először látogattak el hozzánk. Bocsánatot kérek Szalainé Gittától, itt van? Itt van, jó. Mert ti már voltatok itt nálunk 2 vagy 3 évvel ezelőtt, egy más formációval, de most egy teljesen új formációval köszönhetjük őket. Valamint itt van Szombathelyről a Felnő Színházi Társulat. És hát érkezni fog még majd a Nicki Fergeteg Néptánc Együttes, aki aztán remélem majd este 3-4-7 felé, mikor már mindenki jó ízűen bólogat itt a széken, majd dobbant egy-kettőt itt színpadon, aztán feléredik őre. Nagyon bízom benne, hogy nem így lesz. Ahogy láttátok a műsor füzetben, nem egy kötött délután lesz, tehát a darabok között hagytunk egy olyan 4 óra 20 perc szünetet, amíg a következő csoportban áll, valamint ki tudják fújni magukat itt a két darab között, addig majd lesz ki pogácsa, szóda, sajnos alkoholt azt nem hoztunk, mert hoztunk, csak majd az később lehet előrejtségek. De én azt gondolom, hogy most, hogy már kicsit csúsztunk is, vágjunk bele. De azt azért még elmondom, hogy nagyon sok támogatással jött létre az idei Sokszín Fest is, mint eddig minden évben. Magánszemélyek, intézmények támogattak bennünket abban, hogy ez a rendezvény létrejöjjön. Többek között az egyik ilyen magánszemély, hát intézmény, magánszemély, Karos Robert Bodolfa polgármester. Aki minden fellépő csoportnak faragott, mivel hogy híres fafaragó hírében áll, faragott egy emlékkettet, amit megegyeltek. Igaz, csak messziről, de meg is tudtunk mutatni. Csoportvezetők majd közelebbről látják. 6. Sokszín Fest. És hát ne feledkezzünk meg azokról az intézményekről, vendéglátó egységekről, akik besegítettek nekünk ebbe a munkába. Hát ugye a legnagyobb támogatónk a Bükkváros önkormányzata, szerettük volna, hogy Németh Sándor Bükkváros polgármester jelen legyen, viszont megfázott, nagyon megfázott, úgyhogy ő szeretett volna eljönni, de nem tud. Viszont itt van az intézmény vezető, aki ennek a fesztiválnak is a helyszínét biztosította, sőt nekünk a próba lehetőségeket biztosítja, öltözőt biztosít. Úgyhogy felkérem Tóth Tamást, hogy ja, nem is igaz, várjál. Mondtam én, hogy össze belekeveredtem én ebbe a forgatót még. Először a tavalyi év hagyományait folytatva szeretnénk átadni most jó előre már az ajándékokat a megjelent csoportnak. Ez nem azt jelenti, hogy utána haza lehet menni, mert azért még valamit szeretnénk látni tőlük, de egy ajándékot szeretnénk átadni minden csoportvezetőnek.
A legkésőbb jövőt szeretném kérni nagy drágot át. Jó, most már vissza a hasonlóra. Annyit el kell mondanom, hogy úgy indultunk el, hogy a főszereplőknek két hangja, és azt mondta a csapat, hogy de Bükre akkor is megyünk, mert ha nem lesz előadás, akkor a maradék improvizál, mert Bükről nem lehet hiányozni. Most elhaladási sorrendben hívom én, köszönjük szépen a meghívást, eddig mi mindig itt voltunk, és a jövőben is itt szeretnénk lenni. Lehet, hogy ez nem mindenkinek tetszik, de hát ez van. Még szerencsé itt van benne, nem hagytam volna ki, csak később volt volna eszemben. A mi most következik darabunk, annak gyönyörű szép kubái lesznek. Amit egy létszalaki barulőnek köszönhetünk, ő pedig Csorbáné Farkas Terézia. Szeretném neki is megköszönni, és elmondottak. És amit a és hát szeretném kérni Törő Gábort, aki most először érkezett társulatával hozzánk, remélem utoljára. Biztos azért vagyunk itt először, mert kevés volt ez a 38 év, mi 38 évesek vagyunk csak, és azt ígérheted, hogy nem kell újabb 38 évet várni, hogy ismét itt legyünk. És a Való Európában című műzikát láthattuk tőlük. Én megmondom őszintén, meg való a nyilvánosság előtt, én nekem olyan fenntartásaim voltak, én eddig soha nem tudtam végigműni egyetlen műzikát se. Hát ezt végigültem, amire tudtam. Nagyon megható volt. Aki nem, hát mennyire tudtam, hogy mi volt a dolog. Nagyon megható volt, tehát ajánlom mindenkinek, aki még nem látta, bármelyik előadásra menjen el és nézze meg. Köszönjük szépen, és ma egy táncszínházat fogunk tőlük látni. Köszönjük szépen! És kérem szépen a tegnapi előadás hosszú szereplőjét, fáradjon ki, ugyanis őnek is jár egy ajándék a tegnapi. Na most minden táskában van egy üveg bor, még egy kis ajándék. Na most nem csak egy üveg bor van, hát ugye a készítőnek ne adjunk abból az ajándékból, amit ő készített. Robi barátom, fáradjon el egyszerűen. Egy üveg bükváros dolárban kapcsolatban szeretnék. És egy jó hát ezt a szívecskés táskát
tehát szerintem adjál át az Ágnes. Szóval mi nem mondok semmit. Ő nem mondott semmit, de Tóth Tamásnak is ezzel köszönjük meg ezt az egész éves segítséget, amit nekünk nyújt abba, hogy mi dolgozni tudjuk. Köszönjük szépen! És most akkor pedig most már tényleg felkérem Tóth Tamást, hogy nyissa meg a Sokszínfesztet, és ha nem haragoztok, még megyünk költözni, mert mindjárt jelenésünk van. Szélességben hasonlítod a Robira, de magasságban egy kicsit túlnőttem rajta. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát én már a harmadik, tehát az 50%-án indultam a Sokszínfesztnek. Harmadszor van alkalmam mondani egy-két szót. Az idén engedjék meg, hogy minden régi és új szereplők közül én is hadd említsem meg, hogy a Felnőtt Színház itt van Lükön, hiszen ő hozzájuk, még annó 2004-ből megadatott nekem, hogy együtt is játszottam velük a karneválon. És hát a másik kis színemcsücskelt, az meg úgyis tudja, aki színjátszó körökben jártas ebben a megyében, Ajner Ágot, akivel együtt nőttünk fel Körmenden, együtt játszottuk a Kasztban, együtt voltunk elnökségi tagok és elnökei annak a gyönyörű társulatnak, akiket én 2008-ban magam mögött hagytam, de ahogy látják, találtam magamnak egy másik társulatot, aki nem is szereplőként, de mi patronusként elfogadott. De nem kell ennyire ezt ilyen véresen komolyan venni, hiszen Robi is többször elmondta már, hogy ő is ragaszkodik hozzá, egy kicsit én is ragaszkodom hozzá, hogy néha a megkövült kereteken túl kell lépni. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örömmel szolgál az, hogy itt ez a társulat, sok színpad társulat, mindenféle kis gondom bajon túlnőve az elmúlt két évben csodára tesz. Az egyik ilyen megtestesülése ennek a Sokszínfest rendezvény, mint amit lehet látni, hiszen fejlődik, akár kinézetében, akár egy kicsit a szervezettségében, de meg akarja tartani azt, amiért elindult, hogy a megye színjátszói, megye nem hivatalos színházai, színház szerető diákjai, közművelődési dolgozói, tanárai találkozzanak egy kicsit, játszanak az érdeklődőknek, egymásnak, és hát utána egy kicsit beszélgessenek, egy kicsit együtt legyenek. Hiszen most már lassan abban az időszakban lépünk így október végén, hogy elkezdődnek ezek az évvégi számadások. Az idén, hál' Istennek, a Robiékkal nagyon-nagyon sokszor találkozhattunk itt, hiszen nagyon sok darabot vittek a színpadra, minden rendezvényünkön szinte ott voltak, aminek én nagyon örülök, remélem ez így is marad, hiszen az a közel 9 művészeti csoport, ami működik ebben a házban, az ugye minden alkalommal, majd minden alkalommal fellépési lehetőséget kapott kisebb vagy nagyobb rendezvényeinken. Ami az erejük, hogy fiatalokból áll, tenni akarnak a településükért, a közösségükért, és mindenképpen azt gondolják, hogy amellett, hogy Büknek természetesen gazdasági szerepe is nagy, a turisztikai szerepe is nagy, de akkor, hogyha a helyi közösség nem erős, a helyi közösség nem működik, akkor bárkit lehet ide hívni, ez egy halott városba fog jönni. Hát örömmel jelentem, ez a város él, nagyon is él, hiszen a művelődési központban azt elmondhatom, hogy az idén egy percre nem tudott leállni, nem is fogunk tudni karácsonyig. Minden napra, minden hétre jut valamilyen kisebb vagy a program, és ennek az egyik legszebbje, amikor a helyi közösség tesz valamit a színpadra. Keresem a szavakat, most én is egy kicsit belekeveredtem, hiszen arra készültem, hogy polgármester úr fogja megnyitani, és mikor éppen indultam el, akkor jött a hír, hogy Siess Tamás, mert neked kell megnyitani. Úgyhogy de itt meg szóltak a sok színpadosok, hogy most nyugodtan beszélj sokat Tamás, mert szeretnénk időt átöltözni. Úgyhogy kicsit keresem a szavakat, de igazából nem szeretném sokáig húzni. Mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok, nagyon jó színházi élményeket. Tegnap esti előadást hadd ragadjam meg itt az előadás készítőinek, szereplőinek. Nagyon-nagyon-nagyon gratulálok egy csodálatos darabot. Bár nem voltam itt, de az volt az első egyébként a Robinak, hogy az első felvonás után felhívott, hogy Tamás, ez nagyon jó, és tényleg nem szereti a muzikát.
Tehát én azt gondolom, hogy ez igazából nagy dicséret, sőt, a legjobb, meg hát a visszajelzés a városból az nagyon jó volt. Szóval mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, gyertek, jöjjenek jövőre is, hiszen szeretnénk ezt folytatni, szeretnénk, hogyha ha tudnánk segíteni a Robiéknak, én úgy érzem, ebben a csapatban nagyon meg van a tenni akarás, hiszen nagyon készülnek 2015-re. Nagyon fogunk ünnepelni, hiszen 750 éves lesz a település, és szép, misztikus népmesei szám lesz, ugye 7. sokszínfeszt. Győzhetjük a 12 fejű sárkány benne majd, de mindenképpen szeretném kérni, hogy maradjanak esti, akinek teheti. Nézzék, nagyon-nagyon jó kis darabot, nagyon jó programsorozatot állítottak össze a sokszínpadosok. Akinek tetszett, ahogy szoktam volt mondani, tessék világgá kiáltani, akinek nem lenne megsúgni. Jó szórakozást, nagyon összeni az élményeket még egyszer, és Isten hozta őket titeket Bükön. Legyen egy jó esténk. Köszönöm. Sokszínpad a település 2007 óta működő amatőr színjátszó társulata nyitja meg. Ők Török Rezső, a Sötét Huszár című, az 1930-as évekből visszarepítő furcsa kis játékát állították színpadra. Adott egy férfi, név szerint Gyibai András. Házasodni szeretne, és nem utolsó sorban huszár. Van özvegy Horvátné, aki viszont férjhez szeretne menni. És létezik Trattner János, Gyibai András nagybátyja, aki kocsmáros. Ő az unokaöccsét szeretné megházasítani. Adott még egy vendéglő kerthelyisége, némi alkohol és lágyzene. Kellene több a boldogsághoz. A színpadon Kabai Ágnest özvegy Horvátné, Horváth Mátét Gyibai András, Nika Róbertet Trattner János vendéglős, Filisz Anitát Mari a pultos, Takács Olivért Kelem Pálsz, a zongorista szeretnével láthatjuk. Rendező, maga a társulat. Jó szórakozást kívánok! Hálószám.
száj legyen az illető. Szegénynek hatalommal igen szerettük egymást, Isten nyugosztalja, de azért összefogasztottunk néha egész Pesterzsébet, az összet tudod. Na ja. Hiszen úgyis annyi nyomorúság van ebben az apró kis életben, hát költeti az ember, ami jóval csak lehet. Addig kukorékoljuk, amíg van hozzá cuplánk, nem igaz? Erős embered illető sógora. Erősebb? Mint egy teve! Jó kiállású! Úgy áll rajta az uniform is, mintha reál ötögetnék volna! Uniform is? Szóval katona? Hát nem katona, nem. Inkább ő lenni huszár. Huszár? Hát az nem katona, hiszen a huszár a világ első katonája. Ja, ami viszont ő nem lenni az első, inkább lenni az utolsó, aki nagyon már jön is. Adj Isten, sógor, na mi a lassú ügyes? Az a lassú? Ez a nő, amelyiket a gulásnyi komendáról tényleg jön. Na, gyere! Te jó Isten, hát miféle huszár ez? Én nem szeretettel, pacifista huszár. Én csinálom a világ végén. Ja. Más, mint magatokra is hagylak benneteket, tárgyalunk meg a dolgot, ja? Aztán tudod, mondtam, kapsz a filmba. Hát én, hát gatya, ha kapca, három ciha, meg egy lepülő, abban bűnik el a kezdeni házasság. Na, kinde! Csüss! Megengedi, hogy bemutatkozás céljából a nevemet fölemlítsem? Hogy ne? Nevem Nyibai András, tisztelettel. Igen. És nékem kihöz volna szerencsém? Hát most? Jelenleg? Hát újjába! Ötves Korbát Mihálynémhoz volna szerencséje. Részemről örvendek. Én is a magam részemről. Te sem talán letenk magát erre a nyugvó helyre. Hát igen, tetszik tudni. Az ember keresi a hozzáillőt. Hát igen, az embernek úgy kell élnie társadalomban. Tisztelet szólván úgy látom, hogy Horvátné asszony a megjelenésem által ki van téve a meglepetésnek. Jaj, nem! Dehogy! Csak hát ez az ön toalettje. Házassági megbeszélések nem igen aktuális. Sajnos nem értem rá civilbe ugrani. Most jövök a farkas hétül. Hogy itt elhagytok a kocsmára, a csapos rám kiáltott, hogy azonnal üljek be. Na igen, persze. Megengedik, hogy dohányzási szándékú szivarra gyújtsak? Kérem. Nem szoktam ilyen különleges szivart színi, kérem, de ajándékba kaptam a gyászló talántól. Jaj, kérem, inkább mégsem. Szóval most is temetésről jött? Abszolút onnan. Tetszik borzadnia? Jaj, nem. Dehogy. Csak hát mégis furcsa mesterség. Furcsa? Miért? Éppen mint az export. Export? Hogyne, kivitellel foglalkozom. Nagyság, összeg tetszik lenni? Négyeztetve. És hát van valami privát megérhetése? Persze, diplomás nő vagyok, oklevele szülésznő. Bába? Aj. Mi nevetni való van ebben? Hát kérem, ez igencsak egy extra találkozás. Miért? Mert mi ketten vagyunk az élet két széle. Maga az eleje, és pedig a vége. Hát az igaz. Én segítem az emberiséget az életben. Én meg aztán kifuvarozom belőle. Ezáltal üzleti összeköttetésben is vagyunk. Mi? Hogyan? Maga szállítja nékem az anyag. Nem, ilyen fog ányult. Nem így van? Világért sem akarnám az ön kegyeletét sértegetni, de hát ez tény van. Az a nagy kapu odaki, a sírkert kapuja, amiben az ember naponta beoldolta az elhasznált életet, az ledörzsöli az emberünk a félelmet meg az affektálást. Ez kérem én.
Ezt kérem nem ér. Ez jár, kell, izzad, kesereg, kornyadoz. Ez meg fekszik és punktum. Mégiscsak fura, mit beszél nekem ilyenekről? Átaskodni akarok én nem temetkezni. Alá szolgálja. Csak nem akar elmenni. Messze van még Pest Erzsébet. Tartoztam az ördögnek egy úttal. Szóval nem felelek meg a szívbéli igényeinek? Hagyjon békén. Mint férfi megfelelne. Na de ilyen szakma. Az Istenért hát nem kérdez az ember se gyáros, se grófot, se csöttöme gondolkot, de azt azért mégiscsak megkövetelni, hogy rendes foglalkozásban legyen az illető. Nincs igaz a éles nagyság, ilyennek is kell lenni. Kegyed, ugye bárma még úgy nevezett, élő állapotban van. De idővel csupán csak elszállítás a váró tetem lesz nagyság. Tetem lesz a köröszt anyja kínja! Hallottak már ilyet, így kihozni az embert a sodrából. Fejelje meg a kubik popáját! Nézze, Nyugai úr! Ne haragudjék, amiért az előbb olyat őszintén kimondtam a véleményemet, de lássa be! Hát gyászbeszédre való kifejezések ezek, nem pedig szerelemébresztés céljára. Maga igen szenzációs kinézésű ember, de az Isten szerelmére, hát hogy tanulhatok ilyen kíméletlen szakmát? Szakma szerint asztalos volni, kérem szépen. Asztalos? Na látja! Miért a szakma? Átjegeltem. Ja. Mert az úgy volt, ugyan tessék már helyet foglalni. Olyan ritkán én össze a magamfajta ember jóformájú eleven nő személyére. Majd kis úr. Valahogy az a közérzetem, hogy fogom én még a csárlott kocsikázt adni. Majd valami vígabb szekélyre. Már azt hittem megint kezdni. Maga nem pesti születés, ugyebár? Sőt, ellenkezve. Vidékről származtam ide Kókáról. Kóka? Arra már hallottam. Nevezetes lencse termelő vidék. Ott még azt tudom. Még Pesten is. Elföljöttem munkára. Téma Kummers munkás voltam, de hát kinek tőle a szekrényben nincs mit belaknoztani. Pacér lettem. Volt egy kis protekcióm az Enterprise-höz, pont akkor kezdődött a kanyomtúra. Minden öngyilkosság. Beállt. Hát kicsit gyászos pozíció. Fekete munka. De fehér kenyeret hoz. Én nem vállaltam volna. Később meg is szerettem. És nem fájnik a körülötte Rina? Sok a borra való. Szomorú mesterség, mondhatom. A bábaságnál míg a? A bábaság? Hát tudja meg, amit mondott a bábaképző igazgató? Azt mondta, hogy maguk a Jóisten asszisztenségemtől teremti az emberiséget. De azt nem mondta, hogy mire teremti? Mire? Hát mire? Életre! Az a csöpp kis agyal megtanul járni. Mire járni, tanulni? Arra 40-50 esztendőre, mikor utána 50 ezer évig feküdni kell. Ne leszél nekem, mi bajunk? Hát mindenki megélje maga örömeit. A gyerekkor csupa játék, a kamasz idő csupa szerelem. Ki megnősülsz, férjhez meg. Aztán ott a család, amiből maga kiragadja a gyanútlan, mint hátul gombolott a vándor cigány. Hogy ne fájjon neki többé semmi. Hogy ez a szép darab élet elragyolódjék. Szép a hullott levél is. Szép a herva király is. Ha elragyol-e maga is. Muszáj, ha akarok, ha nem, mert születni csak szórakozás, de meghalni kötelesség. Ezáltal mégiscsak tettem lesz nagyságból is, mivel... Fogja be a száját, hát csirkőn nem való maga, mert házastársnak. Nézze, nagyság! Maga megdöbbentően tetszik nekem, de úgy látom, nem tudja megérteni az én speciális lelki világomat. A nehézség telepedjen a lelki világára. El akarja savanyítani az életemet? Mert maga nem gondol a holnapra, hanem csakis a pillanat gyönyörét hajházza, miközben ócsárolja az én hőszerelet foglalkozásomat. Szóval a dolog nátalan. Tehát megyek is. Alászolgálja. Isten nyugosztalja. Halál magát! Hogy is állhattam szóba ezzel? Azt már szokjuk akarál! Elvett az eszedet? Mancsák koromban, mint egy pokróc. Jó van, kaptok stafinumbe egy pokróc is. Mintha az emberek már kiterítették volna. Jó van, kaptok egy gyárterítőt is, csak nem tudom őszöt visszaveszni. De András, te neked nem tetszik a baby? Az a baj, hogy nagyon is. A
fene estem belé! Na, szó! Ott magának nem felel meg az András? Emberileg igen. Akkor nem kell alatt jól beszélni! Na, folytassátok tovább a dolog! Ülj csak le! Ha tudom, hogy összemegy a dolog, hozd még vagy három decit! Na, konk innen, konk! Ülj le, ülj le! Rossz? Rossz, mert ugye aki ül, az nem állja. És nem olyan mérges szó. Ami hasznot illeti. Csak is állapodik folyamulat. Nem kül elveszteni a higgadságot. Az ember nyugodjon békébe és úgy áll. Igen, nehéz erről nyugodt a társadalmi. Mert tudod, aki ilyen pozíciót vállal, még hagyja. Szívesen is csinálja. Minden munkát szívesen kölcsinálni. Nézze, kedves Gibai úr. Nem volt munka a szakmájában. Hát jó, kocsisnak nem. Rendben van. De annyiféle kocsis van a világon. Parádés kocsis, sörös kocsis, igás, pék, fuvaros, de... Hát Isten fáját neki, hogy magának pont ettet az emberfuvarozást kellett vállalnia. Mennek azok a szegény lovak, szegény a temzni. Lassan balnak, bólogatnak. Van erre egy mondás. Lassan jár, tovább érsz. És ugyanhová érsz. Csak ide az örökké valóságba. Ne papoljon, kedves hogy ivajú. A maga se bújik a babája mellé az ágyba ebbe a domcugába. Elsőbb levettem. És akkor a kaplannyal takarodzik, nem az örökké valóságba. Ezt kérem tényvaló. Hát akkor még mire jó ez a fekete lelki világ, mi? Hiszen belátom én, hogy ezen az életpályán kisét érdre rogy az ember lelke. De még? Szerintem nem maga magát temeti, hanem másokat. Ember temetek, és én is ember vagyok. A foglalkozás rányomja a stentit az illető egyénre. A Schuster beszéd közben csirizel, a szabó ördöge, a festő pingál. Hát én meg mindig gyászolok. Ezt kérem, marha beszéd, Gibai úr, hiszen akkor én mit csinálnék beszéd közben? Hát... Az a baj, hogy maga bele se vagyodott a munkájába. Pedig élni kell, tiszteltük. Élni, viccelni, röhögni, enni, inni, virágot szagolni, és nótázni. Belehemperedni a nótába, akár a beteg ágyba. Egyedül. Dehogy. Társadalmilag. Hajtással, komával, komeráddal. Ki merém velem ne ülni, mulatni? A halál inasában. Néznek rám. Elfakul az arcuk. Szemük elé kápráznak az apró halmok. Ki merém velem vígatni? Én az árnyékság. Hát én majd tisztába teszem magát. Én majd rendben csinálok a maga feje lárgyába. Hé, hol van ez a kelepájsz magát? A zongorista. Ott jön mi? Na, Marik, hozzon nekünk 3 liter bor. De olyan legyen ám, mint a törvénytelen gyerekek születnek. Megálljunk! Én talán itt sem vagyok. Vegyen tekintetbe engem is haja, mert a kocsimra gyövözölöm. Mondja meg odaki, hogy halotti csönd legyen, mert itt most Gibai András úr kezd mulatni a reménybeli hölgy személlyel. De azonban a nagycsák által említett 3 liter bor édes kevés lesz a mulatsághoz. Szóval hozzon ide 4 porció parizelt, ecettel, olajjal, borssal, hagymával, díszkísérettel. Igen. Megálljon! Vágasson le egy tyúkot paprikásnak. De fiatal legyen ám, mondja meg, hogy bábának lesz. Egy új szülő tyúkot kremássuk. Megálljon! Az angolista úrnak egy liter borovicskát. Igenis. Na kedves jó Gibai úr, rendelje meg a nótáját. Tudja ő azt ilyen jól. Hát akkor játsza. Hey! Hát, ez meg mit véle dal? A sofben nagyságos úr jászintulója. Erre hallgasson bele, édesöcsé, mert a szemek azért úrítom ezt a széket. Hadd hegedülje nekem inkább ezen a zongorán. Ismerik ennek a bába induló. Tudja, a sok gyerekes csont, nótár, hogy a
Emberek szeretik egymásnak életet. Bölcsön